Amikor öt önkormányzat a Dunakanyarban úgy döntött, hogy létrehozza a Börzsönykapuja klasztert, ez Kismaros, Nagymaros, Verőce, Szokolya és Kóspallag volt, akkor én nagyon-nagyon sok civil szervezettel, illetve személyiséggel vettem fel a kapcsolatot a térségbe. Többek között fölvettem a kapcsolatot Vég Attilával, aki egy József Attila díjas költőnk, írónk és egyébként filmrendező, és van egy fantasztikus filmje, aminek az a címe, hogy A szívünkben élő Börzsöny. És Attilát kértem, hogy segítsen nekünk abba, indítunk egy weboldalt, hogy föltehessük ennek a filmnek bizonyos részleteit. És azt mondta, hogy Ernő, nagyon szívesen, jó egészséget és sok sikert kívánok nektek, de egy dolgot jegyezzetek meg, a Börzsönyt nem fejleszteni kell, hanem békén hagyni. És ez a szó, ez nagyon-nagyon benne maradt az én szívembe, és utána, amikor még rengeteg civil szervezettel beszéltem, pontosan azok a szavak jöttek elő, amit Zoli is említett az idén, ökoszisztéma megőrzése, zöld, hogyan tudjuk megőrizni azokat az értékeket, amik nekünk ott a Börzsönyben megadattak. És hát a mi szervezetünket ezzel a célrendszerrel hozta létre az öt önkormányzat, és végig az járt a fejünkbe, hogy hogy lehet ezeknek a céloknak úgy megfelelni, hogy mellette valamiféle karbonsemleges logikánk is legyen. Zene volt füleimnek tegnap, amikor Barát Gergely elmondta, hogy az új kiírásokban, várhatóan a top 1-1-4-ben is mi lesz a legfontosabb szempont, például az, hogy élményláncokat hozzunk létre. Sajnos nálunk a Dunakanyarban is igaz volt az, hogy a települések önállóan gondolkodtak, nem volt térségi gondolkodás, jellemző volt ránk az, hogy a hozzánk ellátogatók eljöttek reggel, leparkoltak, ott töltöttek egy napot a Dunakanyarba és elmentek. Mi pedig azt gondoljuk, hogy olyan kincsekkel rendelkezünk a Börzsönybe, amire igazi élményláncokat lehet fölhúzni. Természetesen a térségi összefogás is egy nagyon-nagyon fontos gondolat volt. Ha valami logikája van igazán a klaszternak, akkor az az, hogy ezeket a különböző érdekeket, különböző érdekes pontokat összevonjuk, és egy térségi fejlesztés keretén belül valósítjuk meg. Ha már szóba jött az 1-1-4, a TOP Plus következő pályázata, mi ott olyan pályázatokkal indulunk, ami tipikusan erre épít, lesz majd kerékpáros fejlesztési programunk, lesz vízi fejlesztési program, lesz kettő olyan, ami a gyalogos turistákat érinti, egy arborétum, illetve egy 133 kilométeres túraútvonal a Börzsönyben, a Börzsönyi Szentkör túraútvonal, és lesz természetesen lovas fejlesztési programunk is, amelyik szintén egy térségi összefogó rendszert jelent. Minőségi turizmus. Hát gondolom nem kell mondani, önök biztos sokat járnak a Dunakanyarba. Hát amikor jönnek, akkor ott aztán se parkoló, és igazán infrastruktúra sincs olyan mennyiségben, ami nekünk kéne. Ezért nem is a mennyiségi turizmus irányába szeretnénk elmenni, hanem a minőségi turizmus irányába. De úgy a minőségi turizmus irányába, hogy mindez valahol zöld legyen. És hát ez a digitális technológiák, szoktuk mondani, hogy mi a balparton kicsikét olyanok vagyunk, mint a kakukkosóra a digitális világban. Sajnos le vagyunk maradva eléggé informatikai szempontból is, tehát a márkanév építésen kívül ez egy fontos szempont, hogy a digitális technológiákat is alkalmazzunk. Mik voltak azok a legfontosabb célterületek, amire a klaszter létrejött? Nem árulok el nagy titkot, természetesen az öko, aktív természetturizmus volt a legfontosabb számunkra. Szoktuk is mondani azt, hogy mi a Börzsönyben egy kicsikét ilyen rendhagyó öttusát tudunk megvalósítani. Van nekünk ipolyunk, van Dunánk a vízi turizmushoz, vannak gyönyörű útvonalaink a gyalogos turistáknak, akik zarándokutakon szeretnének részt venni. Vannak fantasztikus kerékpárútjaink, természetesen lovas turizmus már most is igen fejlett a régióban, és reméljük, hogy az 1-1-4 pályázat keretén belül még tovább tudunk lépni, és ha egyszer a Nagy-Hideghegy magas taxot is rendbe tudjuk tenni, akkor újra a téli sportok is visszaköszönnek oda. Tehát magyarul nekünk igazán van egy ilyen térségi öttusánk, egy börzsönyi öttusánk, aminek lehet ott minden egyes elemét kiélvezni. Természetesen a célrendszerbe fontos volt még a közlekedési infrastruktúra fejlesztés, de gondolom ezt mindenhol mindenki el tudná mondani. Mi is nagyon nagy problémákkal küzdünk ilyen szempontból. És természetesen a szálláshelyi fejlesztés. Hát mi a balparton összehasonlítva szembe mondjuk a visegrádiakkal egészen elenyésző szállással rendelkezünk, de természetesen ebbe az irányba is szeretnénk tovább lépni. És hogy hogyan szeretnénk tovább lépni? Mi az a térségi víziónk, amit mi megfogalmaztunk? Hogy kerül ide Konfúciusz? Konfúciusznak van egy nagyon szép mondása, ő azt mondta, hogy Babilonba, amikor az asztrológus fölmutatott a csillagokra, akkor csak a buta ember nézte az ujját.
Mi is azt gondoltuk, hogy érdemes akkor kicsit nekünk is tovább nézni, és valami olyan víziót fölvázolni, amit tudunk is teljesíteni. És akkor mi úgy döntöttünk, hogy mi egy EU térségi mintaprojekt leszünk, és úgy szeretnénk pozícionálni a Börzsönyt, mint Magyarország első karbonsemleges turisztikai célpontját. Ezt nagyon-nagyon könnyű kimondani, de mégis hogy lehet ezt megvalósítani? Önök is rengeteg módszert tudnának arra mondani, hogy hogy lehet egy térséget zöldebbé tenni. Lehet napelőmű parkokat építeni, lehet különböző új szigetelési eljárásokat, és millió dolgot kitalálni, amitől zöldebb lesz egy térség. Mi valami teljesen más irányba indultunk el, méghozzá egy karbonsemlegességi minőségi rendszer kidolgozása irányába. Csak azért említettem ebbe a prezentációba a Green Deal 2036, hisz önök is tudják, hogy a 21-27-es EU költségvetés nagy részénél, hogy hozzájussunk forrásokhoz, az mindenféleképpen fenntarthatónak és zöldnek kell lenni. A magyarországi ilyen források 42%-a csatlakozik valamiféle zöld fenntartható gondolathoz. Tehát úgy éreztük, hogy ez a bizonyos pozícionálás, miszerint egy zöld, karbonsemleges térség leszünk, ez igazán úgy az Európa Uniós, mint a magyar elvárásoknak is megfelel. Na mi is ez a karbonsemleges minősítési rendszer? Ha nagyon röviden akarnám összefoglalni, akkor én azt mondanám, hogy ez egy öntanuló, intelligens turisztikai információs rendszer. Miközben három célcsoportot célzunk meg vele, az egyik a térségben dolgozó szolgáltatók, vállalkozók, a másik azok a turisták, akik jönnek hozzánk, és természetesen a helyben lévők is. Onnan indul a programunk, hogy a helyben lévő vállalkozóknak azt mondjuk, hogy gyertek, segítünk abban, hogy jelenleg megmutatjuk, mekkora a karbon lábnyomotok, mekkora az a kibocsátás, amit ti most a tevékenységetek során tudtok regisztrálni, és ehhez képest mi az az irány, amiben ti szeretnétek elmenni. Abban a pillanatban, ahogy őket minősítettük ezzel a minősítési rendszerrel, amiben turisztikai, informatikai és környezetvédelmi szakemberek vesznek részt, ők kapnak egy pontot. Ez igaz mindenkire. A bakancs kölcsönzőre, a kajakkenu kölcsönzőre, a szállásadóra, a cukrászdára, az étteremre, mindenkire. Tehát megmondjuk nekik, hogy jelenleg ők hol tartanak ezen a karbonsemlegességi úton. Amikor ez megtörténik, akkor utána újból és újból felmérjük az ő fejlődésüket, ha úgy tetszik, hogy hogyan haladnak tovább ezen a karbonsemlegességi úton, és egy nagyon-nagyon komoly, nagy kommunikációs platformon ezt megjelenítjük. És itt jön ugye a második célcsoportunk, amikor azt mondjuk, hogy a hozzánk látogató turistáknak pedig azt kommunikáljuk, hogy ha hozzánk jöttök, akkor elsősorban olyan szolgáltatókat vegyetek igénybe, olyan helyen szálljatok meg, olyan étterembe menjetek, akik csatlakoztak ehhez a karbonsemlegességi rendszerhez. Hisz a turisták is minősítik például a szolgáltatókat. De ezzel párhuzamosan, hogy minősítik a szolgáltatókat, ezzel párhuzamosan az ő saját applikációjukban látják, hogy ők maguk mennyivel járultak hozzá ahhoz, hogy a térség karbonsemlegességi céljait el tudja érni. Ugye világos, hogy ez egy nagyon-nagyon folyamatos interaktív kommunikáció, ami ugye tegnap is sokszor elhangzott, hogy kommunikáció, tehát egyszerre szólítjuk meg a szolgáltatókat, és egyszerre szólítjuk meg a hozzánk látogatókat. Mit jelent ez felhasználói oldalon? Hogyha önök csatlakoznak ehhez a rendszerhez, akkor ez a rendszer előnyöket biztosít. Például mondjuk árelőnyt, vagy például mondjuk a hozzáférésnek az előnyét. Javaslom önöknek, hogy egy nyári időszakban, hogyha eljönnek a Dunakanyarba, és kenut szeretnének úgy bérelni, hogy előtte ezt nem tették meg online, akkor az egy nagyon-nagyon komoly kihívás lesz. Tehát magyarul sokfajta előnyt tudunk biztosítani azoknak, akik ezt a bizonyos rendszert használják. Szeretnénk egy kicsikét érzékenyíteni a hozzánk látogatókat is. Hozzanak környezettudatos döntést. Minél messzebb álljanak meg kocsival, váltsanak valamilyen más jármódra. Olyan cukrászdába menjenek, aki ebben a rendszerben benne van. Úgy érezzük, hogy ha már Zoltánnak tegnap volt egy ilyen mondata, hogy a közösségi portálokon és a social médiában rengeteg olyan akció van, ami néha olyan bugyutának tartjuk ilyen kihívásoknak, akkor miért ne lehetne egy olyan kihívás is, amikor azt mondjuk az embereknek, hogy gondolkodj előre, amikor meghozod a döntésedet, hogy eljössz a Dunakanyarba, legyen az benne a fejedbe, hogy olyan helyre menjél el, ahol karbonsemlegessége is hozzá tudsz járulni a térséghez, mert olyan szolgáltatóktól veszel igénybe szolgáltatást. Ez a bizonyos okos applikáció, ez a bolygót kímélő egyenlegét is föltünteti az embereknek. Tehát magyarul kap egy folyamatos visszacsatolást, hogy azáltal, hogy ő odajött, és azáltal, hogy ő odament, és azoknál a szolgáltatásoknál tette le a voksát, aki benne van ebbe a rendszerbe, az ő egyenlege, az ő karbonlábnyoma mennyivel csökkent. Karbonsemleges alap.
Természetesen ugye ennek a rendszernek üzemelni kell, méghozzá valamilyen bevételi forrásokból. Alapvetően három bevételi forrása van a rendszernek. Az egyik maguk azok a szolgáltatók, akik csatlakoznak a rendszerhez, ők első évben ingyenesen csatlakozhatnak, a második évtől viszont már befizetést kell nekik teljesíteni. A második bevételi forrásunk, azok a különböző támogatók, szponzorok, lesz névadó szponzorunk is, aki a rendszer mellé odaáll, hisz számára is valamilyen szinten a fenntarthatóság és a zöld karbonsemleges üzenet fontos lehet, és természetesen maguk a felhasználók szintén fizetnek egy rendszer használati díjat. De hát ugye a bejövő pénzzel mi történik? A bejövő pénznek egy része a rendszer működtetéséhez kell, de hát bizonyosan marad még pénz. Ha már József Attila nevét említettem, akkor talán önök sokan tudják, hogy József Attilával miért nem lehetett sohasem barkóbázni. Na azért nem lehetett vele barkóbázni, mert állandóan a mamára gondolt. Velünk, nekünk meg állandóan mindenről a karbonsemlegesség jut eszünkbe, tehát magyarul az a pénz, ami bejön a rendszerbe, és az üzemeltetésen kívül bennmarad, azokat pályázatokra írjuk ki, méghozzá olyan pályázatokra, ami civil szervezetek és bárki megpályázhat, méghozzá olyan témában, hogy hogy lehet a Börzsönyt még inkább karbonsemleges irányba elvinni. Mivel lejárt az időm, én már csak 38 másodpercig venném igénybe az önök figyelmét, hogy ne csak a sok-sok szó maradjon meg önöknek, hanem az a gyönyörű térség is, ahol mi élünk.